Sió produkcióban én Pétert alakítom a 12 tanítvány közül. Nagyon különleges volt, amikor elmondták, hogy ez egy modern kori passió lesz. Tehát mit jelent az, hogy modern kori passió? Hogy minthogyha tulajdonképpen Jézus ma jelenne meg 2021-ben itt, és ezek a történetek, Jézus szenvedés történetét ábrázolja. Vagyunk a Vajda Hunyadváránál, és az Eddától a Hűtlen című dalt vesszük fölé, ahol Péter háromszor megtagadja Jézust. Én tökre örülök, hogy Kubik Annával találkozhattam. Ott tagadja meg először Péter. Kubik Anna egy utcaseprő. Vissza nem jön többé soha, bár csak békén hagyták volna. Hé! Te is ott voltál azzal, akit elfogtak, azzal a Jézussal. Én? Nem tudom, miről beszélsz. Nem ismerek semmiféle Jézust. Minden hajnal övé marad, látja szállni a madarakat. Hosszú-hosszú ideje vár, nem számolja a napokat már. A Csíksomlyói Passiós bemutatóján a Várszínházban játszottam Ancilla szerepét. Ugyanezzel a mondattal, és aztán további 400 előadáson keresztül hosszú évekig játszottuk ezt zsúfolt teltházakkal a Várszínházban. És hát most ezzel a mondattal újból megtaláltak, és érzelmileg erősen hat az emberre egy ilyen felkérés, azt hiszem. Az emberiség legszebb, legnagyobb története ez, Krisztus szenvedés története, és ezt bármilyen módon, egy néma szerepet is elvállaltam volna, hogyha arról van szó, hogy ezt közel kell hozni az emberekhez, ezt a nagyon megrázó történetet és egyben felemelőt, mert hiszen tudjuk azért, hála Istennek, hogy ezután a feltámadás jön. Hogy a múltat ki nem tépheti szívéből. Ne arra, ne is, ahhoz a Jézus, azt tartozol, akit elfogtad, ugye? Csináltok egy szelfit? Hagyjatok! Semmi közöm azokhoz! Nekem a gyerekkorom jutott eszembe, mert én még ilyen kazettás magnón, nekem én nagyon szerettem az Eddát, tehát én rajongója voltam. És érdekes volt átvinni abba, hogy ez, vagy leválasztani róla azt a régi élményt, hogy mit jelent mondjuk a Hűtlen című dal az embereknek, és mondjuk abba beletenni azt, hogy milyen más értelmet kap úgy a dal, hogyha Péter szemszögéből nézzük. Szívéből.